A szociális tanulmányok és a szociológiai tanszék közösen a Szociális Projektinkubátor alapítvánnyal együtt már harmadik alkalommal rendezte meg az állás- és terepbőrzét az Apáczai Karon. Az állásbőrzénknek az a célja, hogy a karon hallgatók, szociális munkások, szociálpedagógusok, gyógypedagógusok, illetve más szakos hallgatók megismerkedjenek azokkal a terephelyszínekkel, ahol lehetőségük van esetleg későbbiekben munkát vállalni, önkéntes munkát vállalni, vagy pedig a szakmai gyakorlatukat tölteni. Ezen a napon a hallgatóknak lehetőségük van megismerkedni 16 különböző civil és önkormányzati szervezettel, amelyek a szociális területen tevékenykednek. Ezek a találkozók azért fontosak, mert itt lehetőség van a személyes beszélgetésekre, információ cserére. Sinkó Lászlóné, a Győri Tanoda Klub mentor szaktanára elmondta, klubjuk célja a halmozottan hátrányos gyermekek kompetencia fejlesztése és szabadidős programok szervezése. Az izgalmas délutánon a tanulás mellett fontos, hogy a résztvevők tartalmasan töltsék el szabadidejüket. Nagyon szívesen jönnek hozzánk hallgatók szerencsére, nagyon jó a kapcsolatunk az egyetemmel. Vannak olyanok, akik például részmunkaidőben dolgoznak is nálunk, tehát most például 3 hallgatónk van, amellett jönnek olyanok, akik önkéntes munkát végeznek nálunk, és vannak, akik gyakorlatra érkeznek, vannak, akik szakdolgozat írása céljából dolgoznak nálunk. Nagyon-nagyon sokan jönnek, szerencsére, és nem csak pedagógus hallgatók, hanem a mérnökkarról is érkeztek nagyon sokan, és fiúk is, aminek a gyerekek nagyon örülnek, nagyon szeretik a kis tanárokat, és ők is nagyon szeretik őket, bekapcsolódnak a programokba. Az állásbőrzén az Apáczai Kar dékánja elmondta, egy felsőoktatási intézmény azzal tesz jót, ha nem csak befelé fordul, hanem azokat a külső partnereket is megpróbálják bevonni, ahol a végzett hallgatók a későbbiekben elhelyezkedhetnek. A diákjaink, akik szociális területen tanulnak, egy olyan szakmai hátteret kapnak önöknél, olyan tapasztalatokkal találkoznak, amelyeket nyilván a 4 fal között a tantermi oktatás során nem lehetne átadni. A dékán hozzátette, fontos, hogy a hallgatók találkozzanak ezekkel a szervezetekkel, mert olyan speciális célcsoporttal foglalkoznak, amit az oktatók és a hallgatók felé is meg kell mutatni.